Nagy lett volna a tudósnak az ő tudománya, de mi haszna, ha kevés volt a vágott dohány. Könyvet írt a bölcsességről, akkor esett ez a bolond história. A Reformáció világnapja már második alkalommal van megünnepelve itt a Pia Község Múzeumában. Most, mivel egy Arany János kiállításunk van, az Arany család került előtérbe. A hozzájuk köthető tárgyakat, az Arany család meséit, a mesegyűjteményét mutatjuk be, amely kötetek éppen az elmúlt hónapokban, az elmúlt években jelentek meg. Úgyhogy ezeknek a köteteknek a szerzőit hívtuk el, és egy olyan irodalomtörténés, Csörsz Rumen Istvánt, aki Arany János dalgyűjteményét adja elő. Megtudósunk a magáit, ha földetje tisztel, felét a cicának adni volt a szolga tisztel. Úriasra lét a macska, ha-ha-ha-ha-hajna, csak nem akart, meglátszani rajta. Ízé, mi baja lehet annak az állatnak, szűre borzas csontja szőrős, szégyeletbe ballad. Jaj, uram, hát a sok ésik, ha-ha-ha-ha-hajna, kétszer ez nő, csak a tartás, mindjárt lábra kattam.